Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a Tribünnek a hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem két műsorvezető társam, Nyírő Erik és Nyírő Márk. Mai adásunkban pedig van egy visszatérő, exkluzív vendégünk, Tőrös Balázs Baska. Most már mondhatjuk így. A Sport TV szakkommentátora és Eliup társházi gazdája. Sziasztok, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Igen, én is köszönöm. Az a visszatérő és az exkluzív, az nem tudom, mikor kezdje elütni egymást. Így jól hangzik. Igen. Két évben. Ma megint itt a Tőrös, szevasztok. A Tribünben egy éve volt. Igen. Egy éve már azt a mindenit. Igen. Hát a Covid alatt hát eléggé repül az idő. A mai adásunkban pedig szó lesz az All-Star gáláról, fogunk beszélni a meglepetés csapatokról, azokról a csapatokról, akikben csalódtunk, MVP favoritokról, bajnok esélyes csapatokról is, úgyhogy nagyjából az egész NBA-t át fogjuk beszélni, amennyi időnk lesz a mai adásban. És kezdjük is az All-Star gálával. Nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy az idei szezonban elmarad a nagy gála, a fán a szórakozás utána pedig kicsit rögtönözve megszervezték az idei gálát. Amikor robbant a hír, hogy mégis lesz, mennyire támogattad, mennyire örültél neki, hogy ebben a feszes tempójú szezonban lesz gála? Semennyire. Én azt gondolom, hogy erőn felüli kérés volt, hogy a legjobbakat rávették erre a dologra. Én tényleg azt gondolom, hogy az NBA játékosok élen a szakszervezettel, Chris Paul-al, aki ugye vezeti, nagyon jó katonák voltak az elmúlt időszakban, és mindent megtettek, mindent bevállaltak, hogy naponta háromszor orba túrják őket, és az összes előírást, a család hátrahagyását a buborékban, stb. Az, hogy most egy ilyen hajszolt, egyébként 95%-ban megrendezésre kerülő első alapszakasz félben tényleg a nyelvük lógott, és ahelyett, hogy hazamentek volna, pont a legjobbak még eljöttek ide. Ez azt gondolom, hogy egy aránytalan áldozat volt, ugyanakkor azt is gondolom, hogy az NBA nem véletlenül kérte ezt. Tehát nagyon szemérmesen nyilatkoznak arról, hogy mennyi pénzt buknak. Az első év alapján, tavaly valamikor novemberben azt állították, hogy 10%-kal csökkentek a bevételek, amiket nem tudok elhinni. Ez a kreatív könyvelésnek a mesterfoka kell, hogy legyen. Hogy nézők nélkül, mínusz a kínai botrány még ugye a tavalyi év elején, sőt, az most már 2019 év elején, már szezon elején, az csak ennyivel. Tehát szerintem nagyon vérzik a torka az NBA-nek, nagyon szüksége volt arra a bevételre, arra a nézőszámra, és ezért rendezték meg. Nem támogattam, ahhoz képest szerintem kihozták belőle, amit lehet. Játékosokon annyira nem látszott. Tehát, hogy azért úgy élvezték. Ha már úgy volt, egy nap volt, Curry, Giannis azért jókedven kosaraztak. Szerintem voltak játékosok, akik élvezték, igen. Volt, aki azért már abban a pozícióban van a 18. szezonjában, hogy azt mondhatja, hogy nézzük egymás szemébe, mester, én a második fél időben nem játszom, jó? Én a csapat névadója, de nem játszom. Úgyhogy szerintem LeBron Jamesnek már nem is volt meza a melegítő gatya alatt a második fél időben. A többiek közül pedig volt, aki igen próbált. Próbálta magát jól érezni, és próbálta magát átadni az eseménynek. Egyébként meg, ha már ott vagy, akkor már szerintem hülyeség húzni a szádat. Szóval akkor szerintem akkor már tedd oda magad ők, te is. De hát ez a sárga csapat, ez a LeBron csapat annyival erősebbre draftolta LeBron, hogy a kékek arcán egy ilyen kicsi beletörődés látszott a mérkőzés nagy részében. Hát Giannis, mikor meglátta a kezdőt, és ő is azt mondta, hogy na, nagyjából el is dölt a mérkőzés. Hát az, amikor megláttam, én is ezt mondtam. De már tavaly is ezt mondtam, mert egyszerűen irális, hogy ennyire nem tudnak úgy draftolni, hogy úgy tényleg egálba legyen a két csapat. Giannisnek majdnem a torkának adta csirkeszárny. meg azt akartam, hogy szerinted a Simmons, meg az Embiid, ők direkt vállalták be ezt, hogy Covidos a fodrász, és akkor így úszták meg ezt az All-Star hétvégét? Szerintem nem. Nem, azért szerintem nem. Azért ennek van kockázat, ugye, aki nem tudná, elmentek Borbélyhoz, hogy szépek legyenek, és kiderült, hogy az egyik Borbély a szalomban Covid pozitív, és a kontaktkutatásnak az eredményeképpen őket visszatartották. Elvileg egyikük sem pozitív, de még csinálják a teszteket, úgyhogy majd egy-két-három nap, mire ők rendelkezésre állnak. Minden kihagyott meccs az Embiidnek egyébként rontja az MVP esélyeit. Ezért is gondolom, hogy ezt nem azért vállalták be. Ráadásul elrepültek Atlantába, hogy ez kiderüljön róluk.
Szóval emiatt nem tartom valószínűnek. És összességében hogyan tetszett az idei gála? Mi az, ami pozitív volt, mi az, ami negatív volt? Hogyha már meg kellett, hogy rendezzék? Szerintem maga a formátum, amit a szükség hozott, az jól vizsgázott. Tehát, hogy beletettek egy napba, ezt meg tudták oldani úgy, hogy pörgős legyen, kommentátori szempontból is, és szerintem nézői szempontból is élvezetes legyen. Ráadásul a nézettségi adatok is azt mutatják, hogy Amerikában leültek az emberek, mondjuk az All-Star Gála nézettségének a kétharmada már leült az ügyességi versenyekre is, ami szerintem jó eséllyel veri azt, amikor szombaton csak ezért kell bekapcsolni a tévét. Úgyhogy ez a rész ez mindenképpen szerintem jól működött, amivel előbb vagy utóbb lehet, hogy érdemes kezdeni valamit, az az, hogy igazából a három ügyességi versenyből, vagy versenyből csak simán egynek a győztese mondhatja el magáról, hogy ő egyébként valóban annak a versenyszámnak a világszintű művelője, a tripladobó, mert a zsákoló verseny eleve már nagyon szelektív, hogy kit hívnak meg egyáltalán, plusz a zsűri is ugye eléggé bele tud szólni az ügyességi versenyt, meg lásd légy. Igen, ez az ügyességi verseny, meg ügyesség, meg skills challenge-nek hívni. Ja, az... hát, ugye. Sabonis megmutatta, hogy ő a legtechnikásabb. Igen, tehát pont az egyik ilyen Facebook csoportba tettem fel a kérdést, hogy ugye a tripladobás az a mesterlövésznek a művészete. A zsákoló verseny az atletikusság, hogy szerintem ennek a versenyszámnak a labdavezetésre és a passzolásra kellene összpontosítania, és ebből szerintem ki lehetne hozni piszok jó dolgokat, tehát hogy nem tudom, labdát kell vezetni egy olyan parkettán, amin süllyednek bizonyos panellek, és aztán utána lézerfények megvilágítanak babákat, akiket meg kell dobni balkézzel. Nem tudom, láttátok-e már, amikor az NFL-ben a Pro Bowl-on vannak ezek az irányító. Mennyire szórakoztató az egész, amikor 50 méterről, vagy nem tudom, volt egy időszak, amikor drónról dobták le a labdát, és el kellett kapni az elkapóknak. Szóval, hogy valamit ezzel kéne kezdeni, mert hogy az, hogy úgy dobni, mint Steph Curry, senki nem fog tudni. Úgy zsákolni, mint, nem tudom, most ide Anthony Simons, kevesen tudnak a világon. De hogy gyakorlatilag, amit Sabonis megcsinált, azt minden 12 éves az magyar utánpótlásban meg tudja csinálni. Ezt nem értem, hogy hol a lenyűgöző faktor benne. Igen, ezzel abszolút egyet tudok érteni, és ugyan nem sokan nézik a NFL-nek ezt a részét, de mindenképpen sokkal látványosabb volt, amit mondta, a drónledobás, vagy hogy az irányítóknak rengeteg céltáblát kell eltalálniuk. Beszéljünk akkor a All-Star Gála után az MVP jelöltekről. Ki az elmúlt években Giannis elsajátította ezt a díjat, de az idei szezonban jóval szorosabb a verseny. Baska, nálad ki az első számú favorit, vagy kinek örülnél, aki az MVP díjat kapná? Kezdem a kinek örülnékkel, oda Embiidet hoznám be, mert hogy én tavaly is már őt tippeltem, és akkor mondhatom azt, hogy csak egy évet késett a tippem. De Embiid szép magyar szóval unlockolásához valószínűleg Dark Rivers-re van szükség. Tehát azt gondolom, hogy Embiid most még éppen a legnagyobb esélyes, de azt gondolom, hogy ott van mellette, fej mellett Nikola Jokic, és berobbant az elmúlt két hétben James Harden. Tehát a LeBron Jamesnek szerintem nagyon nagy változásokra kellene elérnie a játékában, meg a statisztikájában, hogy visszaverekedje magát. Steph Currynek is, nem tudom, 4-be kéne hoznia, vagy 5-be a Golden State-et. Az a nagyon durva, hogy Steph Curry gyakorlatilag full azonos számokkal volt MVP néhány évben, pontátlag, dobó százalék, stb. Most így a futottak még kategóriába időnként megemlítjük. Úgyhogy én Embiidnek az MVP címét támogatnám ilyen önző okokból. Erik, nálad ki lenne a favorit? Én ugyanezt szimpátia alapján a Jokicsnak örülnék. Meg látszik, vagy nekem azt így jó látni, hogy ezt a skinny Jokicsot ezt sikerült így konzerválni, tehát hogy ez nem egy ilyen egynyári csoda maradt Denverben, hanem tartja a formáját, és jól is áll neki, meg a játékának is jót tesz. Meg hát ugye akkor megint európai lenne. Az MVP az nekünk mindig jó. De amúgy nekem nagyon szimpatikus a jó kicsit, úgyhogy csak ezért is. Ja. Márk, nálad van favorit? Hát favorit, személyes favorit egyébként én Lillardnak örülnék, hogyha behúzna a Portlandet, ugye most jön a hátralevő fél szezon nagyjából, és hogyha Portland jó lenne, akkor bejutnának a háromban nyugaton, akkor szerintem megérdemelni, hogyha
jól játszana, meg Curry-nek is örülnék. Tényleg Klay Thompson nélkül ilyen jól játszani szerintem az elképesztő, hogy ennyi idősen már 30 fölött is hozza ezeket a számokat. Az milyen fesztivál, nem tudom, emlékeztek-e a szezon első két hetére, amikor gyakorlatilag, hogyha mi négyen összeálltunk volna, és megkérjük a portást, hogy jöjjön már el velünk, akkor ilyen csapat lenne. 80-90 pontot dobtunk volna a Golden State-nek, olyan szinten volt szanaszét zuhanva a vérekezésük Green nélkül. Az elmúlt 10 meccsen másodikok a ligában. Egészen elképesztő. De mi ennek a kulcsa egyébként, hogy ennyire rendben tudták tenni a védekezést? Hát van egy Greenjük, van egy Steve Kerrjük, egy kiváló vezetőedzői, meg a segédedzői stábbal, és ne felejtsük el azt, hogy van egy Andrew Wigginsük, akit sokat lesajnálunk, ugye ő egykori 1-per-1-es volt, aki nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket a Timberwolvesnál. Eljutott a 20 pontig, eljutott a max szerződésig, de nem arról volt szó, hogy vele kezdődött minden nap a highlights videó, meg az All-Star-okon egy biztosság lett volna, hogy ő ott lesz. És szerintem ő is kifejezetten jól védekezik, és Steph Curry is hozza magáit egyébként ebben a sztoriban. Tehát szépen lassan mindenki beleadta a közösbe, ami kell a védekezésben. Hogyha van egy jó rendszered, és azért Draymond Green mellett nehéz azért rosszul védekezni, és akarsz, akkor azért ebben az NBA-ben lehet csodákat tenni. Igen. Egyébként látjuk, hogy mennyire jól mentorálja a fiatalokat is Draymond Green, tehát hogy mennyi, mindig odaszól nekik. Van, aki ezt már sokkalja is, ezt a szintű okoskodásnak tudják be, de az, hogy ahogy motiválja a többieket, meg hogy összerántja a palánk alatt a csapatot, az szerintem lenyűgöző. Egyébként a kérdésedre válaszolva, én még Jánis tippelem meg, lehet, hogy újra behúz az MVP-t, hogyha... Hát, hogyha ugyanezt a formát hozza, mint az All-Star-on. Nem. Most akkor nem hibázik dobást, akkor lehet, hogy behúzza. Igen. Azért Jánis nem kezdte annyira bődületesen a szezon. Nem, de mindig ott van. Nálam legalábbis. Én LeBront írtam föl mindenképpen. Ahhoz képest ez a 18. szezon, és egyszerűen nem akar megöregedni ez az ember, és láthatjuk, hogy nagyon okosan Anthony Davisnek átadja a stafétabotot, és szerintem nagyon okosan és ügyesen építkezik, és ahhoz képest a szezon elején egészen elképesztő formában volt. Lehet, hogy most egy picit visszaesett a játéka, de hogyha megint lesz egy olyan periodizáció, amikor ő megint még egy fokkal jobban rákapcsol, meg azért tudjuk LeBronról, mindig a szezon vége felé kapcsol rá, a playoffban ő az igazi. El tudom képzelni, hogy az ő ott legyen. Tudom, vártam. De el tudom képzelni azt, hogy LeBron még egy szintre rákapcsoljon, ha csak nem akar majd pihenni, de őt nem lehet leírni semmiképp. Úgyhogy ha meg szimpátia, akkor lehet szintén Curryt meg Jokicot mondani, akik gyengébb csapatokban kicsit egyedül cipelve tudnak egészen elképesztőt nyújtani. Én adom James... Ezen az All-Star gálán nagyon papósan nézett ki, tehát nem érezte a ritmust, nem kapta már el a srácoknak a sebességét, gyermetek zicsereket hibázott, nem ért fel egyszerűen az ugrás végére a gyűrűig, úgyhogy szerintem ez is belejátszott, hogy a második fél időre nyugdíjazta magát, de semmit nem vesz abból el, hogy milyen szépen játszik a Lakersben, tényleg le a kalappal előtte. A következő témánk pedig a újoncok lesznek. Szeretnék megkérni arra Baskó, hogy egy 5 újoncot mondjál, aki igazán meglepett téged a szezonban, és szerinted akár hosszú távon is a csapat egyik nagy erőssége lehet. Azt gondolom, hogy nem ez lesz az újonc évfolyam, amikor majd a visszavonulás után 5 évvel nem lehet eldönteni, hogy jesszusom, ugye kit tuszkoljunk be a hírességek csarnokába, a visszavonulás után 5 év kell, hogy elteljen ahhoz, hogy az emberrel jogosult lehessen, de szerintem érkeztek piszok jó játékosok a ligába újonc fronton, nem biztos, hogy mindenki eszembe fog hirtelen jutni, de kezdjük mindenképpen LaMelo Ball-lal, aki rám cáfolt, rengeteg szakértőre rácáfolt, a félvilágra rácáfolt, és nagyon rendben van, és kiharcolta magának, ami azért már magában meg alapot emelendő, kiharcolta magának ezt a kezdőötöst, és amit a kezdőötösben van, azóta 20 lepattanót átlagol, 6 gólpassz, 6 lepattanó, a dobása, a Ball testvéreknél ez a funky dobás, ez egy ilyen családi védjegy. Szebb dobással érkezett, mint a bátyja, de azért ezt se fogják majd oktató videókban pénzért árulni. Lehet, hogy az apjuktól tanulták, nem? Ez a nagyon
fura, hogy tényleg, hogy Papalavárnak ez a happy-e, amióta gyerekek kibújtak az édesanyjukból, és hogy egy dobóedzőt nem tudott ebben a 17 évben melléjük szerződtetni, ez fura. De mellé teszem, és pont ma reggel írtam egy ilyen kis értekezést a tesójáról, Lonzóról, aki, hogyha nem látta, akkor a YouTube-on ajánlom, hogy pótolja be, hogy milyen tényleg végletekig, ugye azt mondja az angol, hogy broken jumper, tehát amikor teljesen félre kalibrált dobása volt, rossz dobóforma, keresztbe állt a keze, szörnyű volt, és a srác évről évre minden dobó statisztikáján növel, és most már ott tartunk, hogy igazából két jó meccs választja el attól, hogy 40%-os triplázó legyen, ami már a mesterlövész kategória. Meg 80%-kal büntetőzik, de nem ez a nagy kaland, hogy tudjátok, mi volt az újonc korában a büntető százaléka? 45. Irányító, 45% megintem elképesztő. És mellé úgy védekezik, mint egy állat. Na, szóval, hogy Lamelo Ball, Real Deal, meggyőzött mindenkit, aki tamáskodó volt, egyes. Kettesnek... Vittem is a fantasy-be. Francsos? Vittem is a fantasy csapatot. Az nagyon jó döntés szerintem. Kettes számú újonc, a nyugati konferencia jelenleg legizgalmasabb újonc a Tyrese Halliburton, aki a Sacramento Kings játékos, a végre a Kings úgy tűnik, hogy jót tudott húzni a drafton. A fickó ilyen 50-40-90-es dobószázaléka, tehát 50% mezőnyből, 40 triplából és 90 büntetőből kezdte a szezont, amiből van egy kis józanodás azért, de ennek ellenére egy nagyon komplett játékosról beszélünk, sokan Magic Johnsonhoz hasonlítják többek között Magic Johnson maga is, úgyhogy őt is mindenképpen. Kicsit hasonló is a dobó mozgása, vagy a játék stílusa, vagyis nekem egy kicsit a srác bármilyen modern kosárlabdát játszik, retro feelinge van a fiatal embernek. Abszolút. Meg ha már akkor a Sacramento Kings, az idei szezonban a mérleg megint nem jó, de most már ott van De'Aaron Fox, Halliburton, Bagley is elég jól játszik. Bagley éppen árulják, de igen. Úgyhogy van bőven fiatal tehetségük, de valahogy mégsem akar összeállni. Kellene hozniuk egy nagy nevet, piacon kutatni, vagy pedig meg kell várni, hogy De'Aaron Fox és Halliburtonből majd egészen magas szintű játékosok legyenek majd. Nem vagyok meggyőzve arról, hogy Luke Walton az ideális szakember erre a posztra, ami a Kings vezetőedzői széke, de az a fiatal maga, aki ott van, azt szerintem nagyon óvatosan kell körbevásárolni tehetséggel, mert a legnagyobb hiba, amit elkövethetnek, az, hogy ledemfelik a tehetségüket, vagy beszögerik a fejük fölött egy plafonra, és rátesznek egy sztárjátékos, és ott nyomorognak alatta ezek hárman. Úgyhogy ésszel meg okosan kell, ugye teljesen váratlanul kaptak egy abszolút használható, és szerintem minden csapat elfogadna ajándékban ennyi pénzért is Harrison Barnes-t, aki ugye a Golden State Warriors első bajnok csapatának volt még a kezdő hármasa, és aztán a második döntő után, amit elveszítettek, nem hosszabbították meg, mert a helyére érkezett tulajdonképpen Kevin Durant, ő ment Dallasba, onnan ment Sacramentóba, és az ember úgy beszél róla, mint egy ilyen harcedzett veterán, és 28 éves, vagy 26, vagy 26, nagyon fiatal még ahhoz képest, hogy mennyire azt gondolnánk róla már, mert korán kezdte, és korán volt a reflektorfényben. Úgyhogy én nagyon óvatosan nyúlnék hozzá ez a Sacramento Kingshez, mert úgy tűnik, hogy az idén nyáron nem szúrták el a draftot, jó játékosokat tartottak meg, és a megfelelő játékosokat engedték el. Úgyhogy Halliburton a második, ha jól emlékszem, akit mondtam. Kiemelném a Houstonnak a két újoncát, így egyben, Obi Toppint és Emmanuel Quickly-t, ők is kiválóan... Obi Toppin. Nix. Azt akartam mondani, nem jó, a Nix-et Houston mondtam. Mondta. Bocsánat, nem, igen. Sorry vagyok. Na, tehát akkor újra kezdve. Tehát a Knicksnél milyen kiválóan draftoltak, hát, mind ugye. A két draftjogok szuper volt. Egyetlen szurkolójuk. Na, a kettő van. És az a, mindegy. Mondjad csak. Az a baj, hogy idén elengedtem a Knicks-t, és most és most lettek jó. De mit jelent, hogy elengedtem? Eladtad a bérletedet? Vagy? Nem úgy. Kiúszta a listára, igen, hogy Madison Square Garden. Nem ment vissza Anthony, mondom akkor. Én látom magam előtt a szezon első meccsén megzik Tom Thibodeau. Nem tudom, hallottátok-e már Tom Thibodeau-t beszélni. Úgy néz ki minden este, mintha valaki végig hörögte volna valami lokában az éjszakát. Igen, emberek. Amúgy, igen. Itt van az a nyírő gyerek.
Pesten, lemondott rólunk! Eltűrjük ezt! Nem tudom! Ez az a csengő hangom. És tényleg összeállt a csapat, és van két piszokjújoncuk két különböző poszton, Toppin meg Quickly személyében. Quickly mellé hoztak egy váratlan mentort, bár aki ismeri Tom Thibodeau-t, az nem lepődött meg Derrick Rose személyében, és ahelyett, hogy elvenni a játékperceket Quickly-től, egymással játszatják őket. Toppin sérülten kezdte a szezont, aztán szépen lassan belejött és beépült. Ők akkor együtt a harmadikok. Nem lehet elmenni szó nélkül az 1-1-es ellen mellett, Anthony Edwards, az ő hát, könyvvizsgálata még zajlik, tehát ott még kim vannak az auditorok, hogy mi fog történni vele. Szerényen kezdte a szezont, aztán utána megcsinálta a szezonzsákolását, az elég jól nézett ki, ugye a Toronto-japán srácát húzta át, azt hiszem nagyon pusztító módon, de megmondta, hogy 100-ból 100-szor odaállna, egyébként voltak tökei. Úgyhogy nála még várjuk az esküdszéknek az ítéletét, hogy mi lesz belőle. És valahogy ugyanebben a kategóriában van a Golden State-nek az 1-2-es pickje James Wiseman, aki akkor is már egy unorthodox húzás volt, de csak a Golden State-től, mert ők úgy húzták be az 5 döntőt és abból a 3 győzelmet, hogy a centerek azok általában ilyen már a visszavonulás szélén lévő veteránok, vagy második, harmadik esélyt kapó fiatalok, tehát hogy Andrew Bogutok, meg JaVale McGee, meg DeMarcus Cousinsok, meg ilyenek alkották a palánk alatti főszerepeket, és ehhez képest jött egy Wiseman, aki hát akinek még azért bele kell nőni abba a cipőbe, ami a Golden State Warriors kezdő center pozíciója. Meg kell tanulni ezekkel a srácokkal játszani, meg kell tanulni ezeknek a srácoknak a védekezését. Nem csak, hogy nem rontani, hanem hogy még irányítani, meg emelni, és Draymond Green mellett ő azért, tudjátok, van a Facebookon, amikor kiírja az egyszeri kreatív feliratkozó, hogy az iskola, és az élet iskolája. Megvan a típus, meg ez a, igen, napban fűtő vagyok, meg ilyesmik, és akkor James Wiseman is az élet iskolájába jár most azért Draymond Green mellett, amiből lehet jövőre szerintem ígéretes dolog, vagy itt a Warriorsban, úgyhogy visszatér Thompson, meg azért most őket lehet hallani, hogy egyébként aktívnak tűnnek a játékos piacon, és több játékosért is így bejelentkezgettek, vagy el fogják cserélni ilyen fiatalon, és majd máshol növi ki magát, de szerintem róla is még többet fogunk hallani. Még egy kérdés elejéig visszatérnék Edwardsra és a Minnesota-ra. Állandóan magas helyen draftolnak, de mégsem tudnak csapatot építeni. Van egy olyan játékosuk, mint Karl Anthony Towns, és mégsem akar összeállni ez a csapat. Most is sereghajtók. Mi kell ennek a csapatnak? Még egy-egy, vagy egyszerűen ez a vezetőség borzasztó, mint a New York Knicks? Nagyon jó, hogy ezt a New York Knicks-es példát hoztad, mert ugye van egy összekötő kapocs, az utolsó, hát kvázi nem aranykora, de amikor utoljára releváns volt a Timberwolves, akkor úgy hívták az edzőket, hogy Tom Thibodeau. Ugye akkor Jimmy Butlerrel, aki azért elég nehezen tűrte azt, hogy Wiggins meg Karl Anthony Towns egy picit félváról veszi a csapat játékát, rendet is tett, ki is rúgták, el is cserélték, mert a kis mimóza lelkű fiataloknak a fejlődését nem akarták, hogy ez a kis maximalista srác gátolja. Jó döntés volt. Stahanovista. Szóval, hogy vannak olyan csapatok, ahol azt gondolná az ember, hogy a karma az, ami visszatartja őket, de nézd meg, itt a New York Knicks, alig, nem tudom, 25-30 év jelentéktelenség és szenvedés után hoznak most egy jó edzőt, hoztak egyébként ugye Leon Ross személyében egy új szakvezetőt, aki okosan kevergeti a lapokat, és a Knicksnek még vannak is ráadásul opcióik, hogy a következő időszakban jobbak legyenek. Úgyhogy én ezt várnám el a Timberwolves-tól. A kézenfekvő megoldás az lenne, hogy kivágják a tulajdonost, vagy a tulajdonos eladja a csapatot. Erre kényszeríteni nem lehet. A következő lépés ez egy jó GM, a harmadik lépés egy jó edző, azt most éppen most cseréltek, ugye elég botrányos körülmények között hozták el a Toronto segédedzői posztjáról Chris Finchet. Most majd, ahogy szépen újraindul a liga, picit talán tudtak együtt mozogni, mert azért a Minnesota Timberwolves nem foglalkoztatták halálra az All-Star gálán, úgyhogy ott az extra foglalkozások, azok talán meghozták a gyümölcsüket. Most pedig tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a tribün adását. Folytatjuk is a tribün adását, Tőrös Balázzsal, Baskával beszélgetünk, következő témánk pedig egy igen kényes vagy érdekes téma lesz,
úgyhogy óvatosan fogunk hozzányúlni. A mai sportban egyre több játékos helyezkedik be az aktivista szerepkörébe, többen fejtik ki a véleményüket a politikáról, és ennek az egyik nagy zászlósa LeBron James. És ezzel kapcsolatban nyilatkozott Zlatan Ibrahimovic, elmondta egy interjúban, hogy nem tartja szerencsésnek, hogyha egy sportoló szakemberként akar megnyilvánulni olyan témában, amihez talán nem feltétlen ért, és mivel nagyon sokan követik a sportolókat, tud tömegeket mozgatni bizonyos irányokban, és ő ezt nem tartja szerencsésnek. Mi a véleménye, Baska, hogy egy sportolónak meddig kell mondjuk egy LeBronnak, kosárlabdázónak lennie, vagy jó, hogyha ilyen irányokban is elindul, és hozzá akar adni a társadalomhoz? Kiváló a kérdés, meg kiváló a témafelvetés. Zlatan Ibrahimovicot kérdezem, hogy az jobb, hogy gyökérnek neveli a szurkolóit? Tehát, hogy érted? Tehát Zlatan Ibrahimovic, én imádom, tehát engem kevés dolog nyűgöz le a futballpályán, de Zlatan Ibrahimovicnak bármikor találkozom egy YouTube highlightjával, akkor végignézem, és nekem meggyőződésem, hogy hát ekkora zsenit, az, hogy ennek a csávónak a 10 legszebb gólja szerintem szebb, mint bárkinek valaha a 10 legszebb gólja. Tehát, hogy tényleg egy született. De mellé meg egy tőzsgyökeres bunkó. Tehát, hogy tényleg egy... Ez nem tudom, mennyivel ad jobb példa, pintát meg példaképet. Szerintem a követőszámok azok felelősséget jelentenek első körben, hogy mit ne csinálj, ne promotálj erőszakot, tiszteld rajta a nőket, és még egy csomó dolgot mondhatnék, legyél példás családapa, stb. Tehát egyrészt arra van, a felelősség az a minimum, hogy mit ne csinálj. Onnantól kezdve szerintem az embernek a beállítottságától függ, hogy mihez kezd ezzel a népszerűséggel. És így volt ez a 40-es, 50-es, 70-es, 90-es években is, hogy ez eldőlt, hogy valaki akar megnyilvánulni ilyen jelenségekben, vagy nem. Michael Jordan azt mondta, hogy ő ezt elengedi. Miközben folytatott a háttérben aktivista vagy jótékonysági vonalakat, de hogy ezt nem hozta az előtérbe. Charles Barkley elmondta, hogy I am not a role model, tehát hogy rólam, de őt nem érdekelte az sem, hogyha rossz példát mutat, mert hogy ő annyira csak kosárlabdázó volt. Ha LeBron James szeretné elmondani a véleményét dolgokról, megszerzi ez a szükséges információkat, akkor szerintem ennek van helye, és rá kell bízni a rajongóira, hogy ezt mennyire veszik be, és mennyire fogadják el. Csak ez az érdekes, mert hogyha te hát nyilván láttad a Last Dance-et, megint végighallgattam, megnézte a videóidat is a Last Dance-ről, ott például a Michael Jordant, az felelősségre vonják kvázi az Obama is, meg mindenki, hogy neki kutya kötelessége lett volna jobban kiállni, demokrata politikusokat támogatni, nem mondani olyat, hogy a republikánusok is vesznek Air Jordant, mert hogy az mennyire szégyen. És kicsit ez a fura már, hogy mintha megnőtt volna egy ilyen külső befolyás, egy erőszak, hogyha van elérésed, akkor azt mindenképpen emberjogi dolgokba mögé kell állítanod. Kötelezővé én ezt nem tenném. Aki megtenné, azt annak elfogadnám, és értelemszerűen megnézném, hogy mit mond. Amit én ezzel kapcsolatban így kicsit távolságtartással figyelek, és most azért az NBA-ben volt elmúlt néhány héten egy botrány, egy edző alkalmazásával kapcsolatban, hát nem a gyakorlatoknak megfelelően jártak el, és a vége az lett, hogy nem a sok szempontból a hagyományok alapján kézenfekvő fekete segédedzőt emelték ki a Timberwolves szélére, hanem egy másik csapattól hoztak el valakit. És erről a tényről kvázi egy ilyen történetmesélős jelleggel én meséltem a csatornámról, szigorúan nem csatolva mellé véleményt, hogy ez most rasszizmus-e, vagy nem, hanem srácok, ez történt, és foglalkoztatja kint az embereket, és folyt le a hányás a komment falon, de tényleg. Tehát az emberek Magyarországon nagyon érdekes, de hiába jelent nekik egy zömében 75%-ában fekete liga több órányi szórakozást és izgalmat, nem veszi sokkal többe ezt a játékost, mint az egyszeri rabszolgatartó, és kemény szavakat használok, de megkeményedett az én kis szívem a héten is, mert borzalmas kommenteket olvastam ezzel kapcsolatban. És aztán kijött még egy statisztika, ahol megvizsgálták, hogy hogyan alakulnak a fekete vezetőedzői pozíciók.
És amire ki akartam volna csak lyukadni, hogy én elmondtam ezzel kapcsolatban a véleményemet, amire az volt, hogy ez ennél sokkal bonyolultabb, felületesen nyilatkozol, nem ismered a tényeket, stb. Tehát az van, hogy amint te zsigerből, ösztönből, érted, van mögöttem 43 év élettapasztalat, nem vagyok szociológus, viszont láttam ezt azt a világról, el tudok mondani véleményeket, nem mondom soha azt, hogy nálam van a bölcsek köve. Igen, igen. Te ezzel ne foglalkozz, meg kvázi azt várják el, hogy egy 20 oldalas doktori disszertációba írjál le valamit, de egyébként az ellenzők meghányják tele a faladat, érted? És hogy az a gond ezzel, hogy nagyon egyenlőtlen a mérce, mert LeBrontól azt várják el, hogy ő szociológia professzor legyen, és úgy nyilvánuljon meg, de az összes kommentelője a négy általánossal, meg a VESZ központozási hibákkal, életiskolájával hoz be kamutanulmányokat, fogalmaz meg, blödségeket, mondja azt az egyről, az egy meg egyről azt, hogy az három. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon necces dolog. Ha valakinek van követőtábora, és úgy dönt, hogy ennek a követőtábornak ilyen típusú témakörben kommunikál, ezt felelősséggel teszi, ezt mértékletességgel teszi, és a kellő tőle elvárható felkészültséggel, hogy nekem az a véleményem, hogy lásd például akár mondhatnám Gulácsi Péter esetét a szivárvány családokkal, és Magyarországot is hozzuk be, az szerintem tök rendben van. És emiatt lenézni őket, megvetni őket nem lehet. Sajnos, ez Magyarországra is igaz, de ugyanennyire az Egyesült Államokra is, hogy nagyon erős az ellenállás ezekkel kapcsolatban. És akkor mondok egy példát, tehát hogy kitettem ezt a posztot a fekete vezethető edzőknek az arányáról, és érkezett 160 fölötti kommentszám a Facebook falra, hogyha le akartok jönni az életről, ajánlom, hogy olvassátok el. Hát a Facebook hogy ez a legalja ezekben. És tudod, mi van? Hogy tudod, hol kapok meg a pozitív visszacsatolást? Hol? Privát üzenetben. Igen. Tehát, hogy az van, hogy olyan szintű az ellenállás, és van tele negatív energiákkal az összes közösségi felület, hogy nem áll bele, hanem igen. Szia, tök jó, hogy beleálltál, és tök jó, hogy... És privát üzenetbe írja meg az ember. Hát és ez nagyon gáz. Hát a saját magamat megnézve én is utálok kommentelni, mert szerintem az emberek 90%-a, aki kommentel, nem az intellektualitásáról híres, és sajnos nagyon... Ezzel még nem kezdtünk semmit, hogy akármit már nem mondhatsz egy embertársadnak, de akkor Facebookon, meg bárhol kommentben bármit leírhatsz. És ennek nincsen sehol se következménye, és az emberek annyira kivetköznek magukból, amit lehet, hogy szemtől szembe a kommentelők nagy része nem tenne meg, de kommentben következmények nélkül írhat bármit. És ez szerintem ez komoly probléma, meg még egyébként itt a LeBron témához még egyet hozzáfűzve, hogy szerintem az még szintén probléma, hogy a sportolóknak egy kvázi már majdnem, hogy kötelező, hogy ebbe beleálljanak, és meg is szabják, hogy mi beálljanak bele, trendekbe kell beleállni, és nem az van, hogy ő, amivel őszintén egyetért, abba beleáll és elmondja a véleményét, mert szerintem jó, hogyha elmondja, de sokszor, ami éppen trend, azt mondja el, és ha ellenkező véleménye lenne, és azt elmondaná, ami nem arra megy a világ, akkor meg szintén nem tudom, nagyon súlyos kommenteket kapna, hogy miért, nem tudom, ő ilyen meg ilyen ember, pedig egyszerűen csak más a véleménye, más kultúrát képvisel, vagy világnézetet, és ha ő ebbe belállna, ami nem trend, azért is megkapná a magáét. Szerintem ez a harmadik dolog, amit mondnak, ez a harmadik dolog az én évrendszeremnek a végére átveszem és lopom. Az egyik az, hogy legyen felelős, legyen felkészült, stb., és legyen az, hogy amikor a saját elvei ellenvalót lát, arról is beszéljen. Igen. Tehát, hogy igen. Ne az legyen, mert hogy egyébként akár a BLM mozgalom, meg satöbbiknek a révén. Tehát, hogy azt nem teheted meg, hogy folyamatosan meséled azt, hogy mi történik George Floyd-dal, mi történik Breonna Taylor-ral, stb., de egy szót sem említesz olyan szituációkról, amik meg egyébként egy alternatív valóságban megjelennek, de ettől még igazak. Kicsi sztori, aztán térjük vissza a kosárlabdához. Egy zenei újságíróval beszélgettem a minap, egy Amerikában élő magyar zenésszel csinált egy Zoom interjút. Kérdezi, mi a helyzet? Hát ez a helyzet, fogott egy marha nagy puskát, és azt mondta, hogy amióta volt a BLM, az volt, hogy bejöttek az utcájukba, a házukba, és kirabolták a házakat, és egy polgárőrségnek kellett elindulnia, és egyszerűen szűrik már, hogy milyen autó jöhet át. És hogy ez is benne van a dologban, és hogyha ez is benne van, akkor nem csinálhatja meg azt LeBron James sem, hogy azt meg nem történt itt ezt is, hanem azt mondja, hogy figyelj,
nem fosztogatunk, hanem tiltakozunk. És hogy, mert az van, hogy mindig csak ugyanarra mész rá, annak szerintem egy idő után van egy ilyen kontraproduktivitása. Igen. Szerintem egyébként pont a legtöbb szurkolóban ez hoz ki ellenszemet az emberekbe, hogy azt feltételezik, hogy a sportolók sokszor olyan ügyekbe állnak benne, amiből utána profitálni tudnak. És volt, ugye 2019-ben beszéltünk, hogy voltak Hongkongban, volt egy túrája az NBA-nek, és ott a sajtótájékoztatón mindegyik csöndbe maradt. Egyik sem emelte fel a szavát, hogy most itt milyen emberjogok sérülnek. Ezt nem tudják sokan hova tenni, hogy ez most hogy van. Abszolút igazad van. Abszolút igazad van. Szerintem kivesésztük a témát, és tényleg vissza a kosárlabdára. Szerintem nem, de ugorjunk. Igen, nem. Igen, csak hogyha de még jobban belemerülünk, akkor lehet, hogy itt leszünk. Meg nem itt van. Akkor ezzel egyetértesztem, hogy ez nem volt túl szép. Nem. Akkor Harden ott ült, még kicsit cinikusan mosolygott is egyet. Hát ez a igen, ez a tehát, nehéz benne, hogy sokszor azt látja az ember, hogy... Ezek a játékosok, hogyha ennyire nagy jogi aktivisták, akkor egy másik ország. Igen, de hogy, tehát, hogy ez egy picit ilyen dögöljön meg a szomszéd tehene attitűd volt a részéről, és azt gondolom, hogy azt is le tudom érvelni magamban, hogy azt mondja, hogy te most miért küzdjek én egy több ezer kilométerre lévő országért, amikor az enyémnek otthon van olyan gondja, amit meg nem old meg senki. Szóval, hogy ezzel már innentől kezdve, igen, de hogy valóban ki kéne állni amellett is. Hát ugye, ja igen, erős, nem megyek már megint bele még egyszer, csak úgy sokszor látni ezt, hogy inkább olyan ügyekbe állunk bele, amivel tudjuk, hogy az populáris lesz, az inkább behoz majd nézettséget, követőket. Sokszor azért ez érezhető. De hát... Ja, mindegy, nem akarok annyira én sem... Ahogy én is örülném, hogyha LeBron James nem mondaná meg, hogy mit csinálják, én sem mondom meg, hogy ő mit csináljon. Hogy azt érzi az ember, hogy azt látja a sporton, hogy nem akar kimaradni belőle, és azért mondja azt a szöveget mondjuk. Térjünk vissza a kosárlabdára, NBA-re. A következő blokkunkban mindannyian hozunk egy-egy csapatot olyan kérdéskörhöz, mint meglepetés csapat, az év csalódása, vagy pedig akiket bajnok esélyesnek tartunk. Kezdjük is a meglepetés csapatokkal, és akkor Erik, te melyik csapatot hoztad? Nem, remélem, a Markelő nem viszem el, de csak nem viszem el. Hát én a New York Knicks-et hoztam, akiknek évtizedek óta nem volt ilyen jó fél szezonuk, hogy pozitív mérleggel álltak, úgyhogy én nagyon várom. A Tom Thibodeau eddig nagyon bevált. Szerintem azért, amikor kinevezték, nem mindenki volt ebben ennyire biztos. Most azért már úgy látszik, hogy működik. És ami érdekesség, hogy ugye a franchise-on belül sem tiszta még teljesen a kép, hogy itt a március 25-i trade deadline előtt mi legyen az álláspont, hogy inkább adjuk el a játékosokat, vagy vegyünk, hozzunk még valamit. Ami már, most úgy mondom, hogy Knicks szurkolóként ez egy örvendetes dolog, hogy most arról beszélünk fél szezon, de hogy lehet, hogy még odaérünk a rájátszásba. Nem sok esély van, azt hiszem, ilyen fogadóirodáknál ilyen 33%-on áll, mert azért elég nehéz sorsolásuk van, de hát azért bizakodók vagyunk. A mostani rendszer egyébként jót tesz nekünk. Igen, meg hát, vannak azért még nagy nevek mögöttük, akiktől várja az ember azt, hogy feltámadnak. Tom Thibodeau, még fogom ezt a becenevet alkalmazni a másra, és nekem ilyen nitro edző, tehát hogy őt berakod valahol, vagy az első évben kilő a csapat. Tehát, hogy, és ő kiválóan alkalmas fiatal játékosoknak a fanatizálására és a földbeállítására azzal, hogy 38-40 percet játszatja őket folyamatosan. Klasszikus. Igen, Jimmy Butler-nál csinálta. Jimmy Butler-rel most éppen Randall-le, meg Barrett-tel csinálja ugyanezt. Tehát figyelj, a hetedik évére Julius Randall-ből játékos lett, RJ Barrett kiegyenesedett. Úgyhogy abszolút egyetértek veled. A Knicks az egy nagyon kellemes meglepetés, és tudod, mindig ezt szoktam mondani, hogy szokták írni, hogy kell az NBA-be egy jó Fradi, meg még inkább egy jó Fradi, meg egy Újpest. Már van egy generáció, aki nem emlékszik arra, hogy milyen, amikor van az NBA-ben egy jó Knicks, és az miért jó a világnak. Én biztos, hogy ez a generáció vagyok. Már, te melyik csapatot hoztad? Én a Suns-t hoztam, mert nagyon a tavalyi playoff rájátszásért mentek, ugye mindegyik meccset megnyerték, de mégse kerültek be végül, de ezt a formát át tudták menteni, úgy tűnik az idei évre is, és nagyon szépen mennek púkerék. Ha egy csapatot kellett volna hoznom, akkor én is őket hoztam volna egyébként. Talán a Utah Jazz.
Vagy... Nekem ők nem akkora meglepetés. Nem, aztán, jó, igen, tehát hogy nagyon jó, hogy ilyen ügyesek, meg vezetik a ligát, és nekem ez egy hatalmas tanuló pénz volt, és pont tegnap az Eliu podcastben beszélgettünk, most éppen csütörtök van, amikor ezt felvesszük. Lehet, hogy ez kulisszatok volt, és nem árulhattam volna el. Ha élőnek adtátok el. Szóval, hogy az utolsó Eliu-ban maradjunk, így beszéltünk arról, hogy nekem így el kéne mennem egy ilyen méregtelenítő kúrára, és aztán beengedni a szervezetembe újra Chris Paul-t, mert hogy rengeteg szmötyi ragadt rá az elmúlt évek során. Miközben arról van szó, hogy ez a csávó, amióta talán Houstonban elengedett egy pár dolgot így ő is a kis lelkéből, de az, hogy tavaly amit csinált a Thunderrel, ahova mindenki azt várt, hogy meg fog érkezni, nem lesz formában, nem lesz kedve játszani, szarik az egészre. Ehhez képest playoff csapatot csinált a Thunderbolt, öröm volt nélkül nézni, ez a Shai Gilgeous-Alexander, Schröder, Paul trió. Nagyon működött. És akkor Suns. Hülyék, 40, minek? Hát van egy Ricky Rubiójuk, most oké, valamivel jobbak lesznek, de hogy annyival nem, és annyival jobbak lettek. És liga elit védekezésük van, és Booker mellé felnőtt Miles Bridges, igen, annyi Bridges van már. Deion Waytonnak szerintem még mindig van fejlődési lehetősége, jól tért vissza sérülésből Dario Saric, jó a két Cameron Johnson meg Payne, működik ez a csapat, egy nagyon szimpatikus vezetőedzővel, nekem is ők abszolút meglepetés, és most már az esélyesség terhe van rajtuk. Tehát amikor egy ilyen szezonban itt vagy a felénél a második helyen, itt már nem fér bele a 6., 7., 8. hely, az már csalódás. Megérdemelni a bajnoki címet? Chris Paul? Én nem hiszek az érdemlésben. Tehát, hogy a bajnoki, tehát, hogy van egy csomó dolog, amit meg kell érdemelni, a bajnoki címet azt meg kell nyerni. És hogyha már mondtad azt, hogy most már esélyesség terhe is rajta lesz a Suns-on, az a rájátszásban egyébként visszafelé fog elsülni, vagy pedig Booker, Aitonék meg fogják tudni dobni a fontos szituációkban majd a pontokat, és amikor már kritikus lesz a helyzet, akkor ők ki tudnak ebből jönni majd győztesen. Nem tudom, de az van, hogy időről időre van egy Golden State Warriors. Hogyha emlékeztek, az a Warriors, amelyik bajnoki címet nyert, az előző évben ott volt a rájátszásban, de azért nem érezte azt. Én nekem az egyik kedvenc hobbim belehallgatni a 2013-14-es talán eliupjainkba, hogy mikor kezdünk el beszélni a Warriorsról. És januárban. Wow. Amikor aztán bajnoki címet nyernek. És addig így jönnek föl sunyiba. Úgyhogy néha elsül a kapanyél. Azért, de ne felejtsük el azt, hogy azért Bookernek, meg Aitonnak, meg Bridgesnek a playoff tapasztalata, az ráfér egy sor alátétre. Hát igen. És hogy ott azért LeBron Jamesek meg Kawhi Leonardok jönnek szembe addig is, amíg eljutsz a döntőbe. Igen. Melyik a te csapatod, Baska? Az én meglepetés csapatom kicsoda? A kérdés jó. Gondolod, addig elmondom az enyémet. Mondd el mindenképpen. Figyelj, legyen az, hogy ti elmondjátok, és én pedig okoskodok róluk, jó? Jó, ez is egy jó felállás. Én a Charlotte Hornets-et hoztam. Szerettem volna hozni nagyon a Memphis Grizzlies, vagy gondolkodtam a Dallas Mavericks-en is, bár borzasztóan kezdték, de a legutóbbi 10 meccsből 8-at megnyertek. Majd akkor ott fogunk róluk beszélni. Ez a Hornets pedig szintén évekig szenvedtek, nem tudtak előrelépni, LaMelo-ból draftolása jó döntés volt, Rozier szárnyal, Howardot azt hittük, hogy egy borzasztó szerződést adnak neki, de nagyjából hozza ő is a teljesítményt, és úgy tűnik, hogy végre lesz Michael Jordannek egy jó csapata, lehet, hogy bejutnak a playoffra, jó irányba tart ez a Charlotte Hornets, és lehet őket meglepetésként kezelni, vagy egyelőre csak ez egy jobb forma. Szuper komplex a kérdéskör, mert szerintem nincs olyan egészségtelen szerkezetű kezdőcsapat az NBA-ben, mint a Charlotte Hornets. Szóval van egy olyan 1-es, 2-es, 3-asod, hogy így, Ball, Rozier, Hayward, és akkor utána lenézel, és ott van Bismack Biyombo, meg Cody Zeller, meg szerencsétlen 198 centis PJ Washington, mint center, és akkor kéne oda marhára egy jó magas ember, mert a tetejét jól összerakták, csak ebből már Rozier, meg Hayward ketten együtt, nem tudom, 50 milliót keres már egy évben. Tehát, hogy az a baj, hogy a Charlotte nincs még kész, de már nagyon helyük sincsen a plafon alatt, és ez viszont jó, most nincsenek rossz helyen, csak a mozgásteret kéne látni, hogy akkor ebből mit tudsz csinálni.
Lamelóról beszéltünk, úgyhogy őket abszolút aláírom én is, mint meglepetés csapat. Akiket én szeretek, és meglepetés csapatnak mondanék akár, hogy volt szó a jazzről, a keleti éllovas Fillit is azért ide venném, mert hogy meg tudtak újulni, ezt se várták talán annyira sokan. Meglepetés az szerintem, és egyben bemutatja, hogy a kosárlabda mennyire gyönyörű játék, hogy a Brooklyn Nets-be összerakod ezt a három játékos, és hogy mennyire hülyeség, de persze hozza a kattintást, egy csere után elkezd elemezni, hogy ki mit fog csinálni. Hogy ott a három intelligens játékos összejön, akkor ott minden is annak az elképzelhetője is előfordulhat, és az, hogy Harden visszalép hármat, és őrült hatékonysággal, szuper könnyed kosarakkal, 12 gólpaszt átlagolva, és éppen az utolsó 10 meccsen talán 9-1-es mérlegre vezeti a Netset, az szerintem elképesztő. Durant nélkül ráadásul. Legtöbbször, igen. Ja. De ez a három ember játszott együtt, azt hiszem, egy 5 meccsen. Ja, nem sokat. Jöjjenek a csalódások. Erik, mi számodra a legnagyobb csalódás? Hát ez nem olyan nagy csalódás, de így pontos a megfogalmazás, hogy számomra kicsit a Pelicanstól én többet vártam volna. Nem olyan nagyon, sokkal többet, de azért jó lett volna már a Williams amikat rájátszásban látni, és azért attól már úgy kezdenek elsodródni. Nem nagyon jött be talán a Bledsoe meg az Adamsnek se az erősítése, mert pont amiben kéne, hogy jók legyenek védekezésbe, abban nem lettek annyira jók. De hát ugye ott még fiatalok, a Lonzo még azért ott kérdés, hogy marad-e. Istennek, nem tudták. Most már, azt mondom, most már az a mondás már, hogy letettek róla, és tartják, igen. És tartják. Ugye a mai hír, hogy több triplát dobott, nem mai hír, mert aki figyeli a statisztikákat, az észrevette, de hogy ma osztotta meg valaki, hogy több triplát dobott ebben a szezonban, mint Trae Young. Ami azt szerintem azért kevésen. És tavaly több triplát dobott, mint Devin Booker. Wow. Úgyhogy ez egy ilyen sneaky, sunyi statisztika borral kapcsolatban. Az a problémája a Pelicansnak, ha megnézitek, akkor az ilyen fejlett offenzív rating kategóriában top 3-ban vannak a ligában, aha, csak védekezésben is negatívban. Tehát a legjobban védekező három csapat, a legrosszabbul védekező három csapat között vannak, és a legjobban támadó három csapat között vannak, de a net ratingjük a kettő között meg minimális. Úgyhogy van ott még feladat, de értem, hogy miért mondod, hogy csalódás. Zion szerintem ebben a szezonban megmutatta, hogy ő a real deal, tehát hogy azért ez egy működőképes dolog, és inkább a tavalyi szezon volt egy ilyen anomália. Szegényt a csapattársak megfingatták az All-Star gálán, mert azért ő nem egy Kevin Garnett, vagy egy Giannis, hogy feldobod neki a gyűrű környékére, ugye egy 2 méter a srác, és azért rá a gravitáció kicsit jobban hat, ha értitek, hogy értitek. De hát pusztító hatékonysággal szóra fickó. Márk, melyik a te csapatod? Én csak elmondom, hogy kibe csalódtam eddig, most majd Baskára bízom, hogy elemezze ki nekünk, hogyha már itt van, segítségé hívjuk. Tehát én a Dallasba csalódtam egy kicsit, a tavalyi szezon után nagyon lassan kezdtek. Mi lehet ennek az oka? Abszolút egyetértek veled, hát ennek két oka van, az egyik az, hogy a szezon első heteiben, hónapjaiban Porzingis nem állt a rendelkezésre, Luka Doncic gyakorlatilag egy húzamban játszotta le a tavalyi szezont, és kezdte el az ideit. Nem volt, aki leüljön. Tehát Luka Doncic tavaly áttört. Annyit kérdezni, hogy lehet, hogy jobban felkészültek Lukából idénre? Jobban kielemezték a játékát? Azért gondolom, hogy nem, mert az elmúlt 10 meccsen megint a tavalyi számait hozza sokkal jobb dobó százalékkal, mint az első hónapokban. Szerintem Lukából nem tudsz egy idő után jobban készülni. Persze egy playoff az más tészta, az alapszakaszban azért tud meglepetéseket okozni, de egy ilyen korus rásznak, akinek tényleg a tavalyi éve az így átrobbant az első idényéhez képest, pedig az se volt gyenge, nem volt feltétlenül arra idő, hogy figyelj, Luka, kapcsolj ki, ne gondolj a kosárlabdára egy hónapig, gyere, nézzük meg, hogy mi működött, mi nem, és a következő egy hónapban ezeken dolgozzál, és utána találkozunk az edzőtáborban, mint egy rendes évben. Hanem az volt, hogy hazament, chipsete vett és PlayStation ötet, majd visszajött kosárlabdázni, és tessé százaléka az meg közelebb volt az enyémhez, mint nem tudom, mint egy átlag kosárlabdázóhoz, és ő most fogyott bele a bőrébe. Tehát nézzétek meg Lukát most,
meg december végén, és van a kettő között egy, nem tudom, az ő esetükben az inkább csak ez 6 kiló mondjuk, ugye Hardennél is azt mondták, hogy ez csak 5 kiló, ami rajta volt, mert hogy tudom, hát másképp van. Többnek tűnt, igen. De többnek tűnt, lehet, igen. Lehet, egy extra póló, hát csak hogy elcseréljek, nem tudom. De hát ilyen sportolóként az az 5 kiló is rengeteg. Igen, erre, lehet, hogy rajta, hogy csak 3 van, csak igen. Igen. Na, szóval, hogy Luka helyre jött, de ez a csapat azért egy félig rendelkezésre álló Porzingisszel. Seth Curry mennyire hiányzik, szerintem? Szerintem nagyon hiányzik. Ugye? Szerintem nagyon hiányzik. Filipe egy... jól is megy egyébként. Igen. Egy még nehezebb kérdést tennék fel akkor a Dallas-szal kapcsolatban. Szét kellene robbantani ezt a csapatot, és Luka köré egy teljesen más csapatot építeni, vagy Porzingis az az ember, akire rá lehet bízni a második számú opciót? Hát tudod, van egy ilyen öregember mondás, hogy sose bíz egy fingban, vagy ki tudod, hogy mi lesz belőle. Tehát, hogy Kristaps Porzingisszel is ez van, hogy nem, tehát, hogy egy piszok jó játékos, és ma hajnalban is elképesztően jól játszott. Aztán utána nincsen két hétig, meg el kell vinni a piócás emberhez, hogy levegye róla az átkot, mert hogy megint nem tud lépni. Emiatt én, amikor van egymás után 15 jó meccse, villámgyorsan elcserélni. Tehát amikor tudjátok, amikor van ilyen, hogy van egy autód, és éppen most működik, és hogy villámgyorsan kivizod a használt autópiacra, most vigyék el, de nem biztos, hogy már ki fog állni a parkolóból. Én nem, tehát egy egészséges Porzingisszel ez a csapat, ez tud bajnok esélyes lenni a megfelelő körítéssel, csak én nekem ő az, akiben nem tudok bízni az egészségében. Én az Atlanta Hawksot hoztam, akik nekem nagyon nagy reménység volt a szezon elején, tetszett Bogdanovics, Gallinari leigazolása, Trae Youngot én egy szuper tehetségnek tartom, bár a védekezés az egészen botrányos, de ha Curry meg tudott tanulni, védekezni, és folyamatosan jobb lett, akkor Trae Youngban is bízom, hogy legalább el lehet tüntetni az ő hiányosságait a pályán, Collinsban is látnék még egy-egy szintet javulni, és ezt menesztették is az edzőt, Lloyd Pierce-t, 63-120-as mérleggel nem is meglepő, de Steve Nash, Popovich is megvédte, hogy ő egy kiváló edző, és túl korán menesztették. Számos kérdés van nekem az Atlanta Hawkshoz, de én bíztam benne, hogy ők oda kerülnek majd idén a rájátszásba, vagy ahogy tavaly a Memphis még nem értek be, de meg tudták csillantani a zsemoránték, hogy miért is egy jól építkező csapat, és ebben a szezonban nem történt meg a Hawksnál. A Hawks tipikusan az a csapat, ahol az ember szívesen föltapadna légyként az edzőterem falára, hogy lássa, hogy mi történik ott. Pierce-nek azzal el kell számolni, hogy tavaly hoztak elég előkelő helyen, szerintem két lottery pickről beszélünk, ugye DeAndre Huntert meg Cam Reddish-t, és mind a kettőnek pocsék újonc szezonja volt. Az, hogy egy Trae Youngot, aki tényleg egy korszakos tehetség, és amikor csak a támadását nézed, akkor a legtöbbször Atlantában nem az van, hogy folyamatosan korbácsolod a hátat, hogy miért nincs itt Doncic, akire ugye elcserélték a draft cetliét. De az, hogy egy ilyen játékost ennyire ne tudja rávenni a védekezésre, tehát a védekezés 70% akarat. Érted, ha van kezed, van lábad, és a fickó egyébként a támadó oldalon meg fürge, mint a csík, akkor a túloldalon miért nem tudott maradni az ember előtt? Ez akarat kérdése, intelligencia kérdése, oda kéne tennie magát. Bogdanovicsnak az a nagyon csúnya sérülése az nem tett jót a csapatnak, éppen amikor kezdett belelendülni. Gallinari hol ilyen, hol olyan, Rondó is sokat betegeskedik, de például Capella abszolút úgy tűnik, hogy beválik és hozza a magabiztosat. Szerintem erre a csapatra nem mondva egy rossz szót sem Lloyd Pierce-re. Néha van olyan, hogy egy jó edzőt el kell küldeni, hogy jöjjön egy frissítés, és aztán ő majd valami még jobbat csináljon. Mint a Toronto Raptors. Így van. Úgyhogy remélem, hogy az Atlanta útja is majd ide vezet. És akkor jöjjenek az utolsó blokként gyorsan a bajnok esélyes csapatok. Erik, kit hoztál? Hát egy nagyon konzervatív csapatot húztam, a Lakers-t. Úgyhogy remélem, hogy... Hát nem remélem, mert nem vagyok egy Lakers szurkoló, de azért szerintem azért ők esélyesek. Főleg, amit tavaly leműveltek a playoffban, egy egészséges Anthony Davis-szel ugyanúgy megállíthatatlanok lennének, mert brutális az a védelem egyébként. Egyetértek, és ritka az, hogy egy csapat bajnoki cím után ilyen élesen védekezzen, mint ahogy ez a csapat bajnoki cím után élesen védekezett. Remélem, hogy nincsen porhintés Davis sérülésével kapcsolatban, és vissza fog térni, és egészséges lesz, és rendben hát, lesz. Igen. És nem úgy lesz, hogy mire visszajön, addigra már LeBron James csapágyasra hajtották.
ez a csapat szerintem elég erős fejben és elég erős játékerőben, hogy akár hátulról is eljusson a döntőbe, tehát gondolok itt a tudom, ötödik és nyolcadik hely közöttről, támpótselejtezőt azért nem fognak játszani. Papíron nevek alapján ez a keret, én azt gondolom, hogy nem gyengébb, mint a tavalyi. Sőt, igen, én a Panánk alatti duónál voltam egy picit gondban, de lehet, hogy működni fog ez, mert nagyon két eltérő karakter a tavalyi, ugye Dwight Howard és Maggie duóhoz képest ez a pici atletikus Harrell és egy nagyon öreg és nagyon lépegető Excavator Gasol, de Gasol jó lesz majd NBD-k, meg ezek ellen, Harrell meg amikor pontokat kell hozni, és azért ez a Fogel Kid duó, ez így szépen csöndben nagyon működik, és ez nekem az egyik nagy meglepetése az elmúlt két évnek, hogy Kidről alig hallasz, full beállt a sorba és teszi a dolgát, úgyhogy nem kell szerintem aggódni még a Lakersnek, amiatt kell meg a rajongóinak sem, hogy szépen menjen Davis rehabja is visszatérjen, és egyébként egészen addig, amíg ez másképp nem történik, meg nálam is esélyesek, és valamennyire én szeretnék arról vitatkozni majd, és elviselni a komment özönt, amikor majd egy hat bajnoki címes, Karim Abdul-Jabbar pontrekordját megdöntő James-t kell majd Jordan mellé állítani a legjobb vitában, mert mindenki erről fog beszélni, nem tudod megkerülni, és ez akkor egy nagyon érdekes vita lesz. És akkor majd meghívunk, hogy erről vitatkozunk. Márk, melyik csapatot hoztad? Ugye beszéltünk már James Hardenről, szerintem nagyon szépen kezd összeállni a Nets, tehát őket egy döntőig szerintem el fognak jutni. Egyébként nagyon örülök neki, mert Steve Nash van ott ugye a kispadon, maga a személye miatt is szerintem egy unikum, hogy visszakerült az NBA-be, és hogy ott van, és szerintem most egy kicsit kérdés nekem egyébként, hogy Blake Griffinnel mire lesz képes a Nets, hogy most lehúzták. Be tudják építeni szerinted, Baska? Nem. Ha Blake Griffin nem húzott egy Kaiser szözét, és játszotta el ezt a szezonját, akkor Blake Griffinnek szerintem nincsen helye egy bajnoki aspirációkat dédelgető csapatban. Tehát, hogy olyan szinten öregedett meg nagyon gyorsan, hogy nagy párfordulásra van szükség, ha meg mégis, akkor azt jelenti, hogy a Detroitot megbelökte a busz alá. Minden más az azt jelenti, hogy vagy csoda történt. Ettől még a Brooklyn szerintem elképesztően jó, bárki ellen képesek felpakolni a táblára annyi pontot, hogy tudjanak nyerni, majd azt kell kitalálni, hogy akár csak keleten mondjuk ki fog védekezni 48 percen keresztül Joel Embiid-en, mert hogy nem DeAndre Jordan, az szinte biztos, viszont simán lehet, hogy hiába átlagol egyébként 40-45 pontot Joel Embiid, szétdobják őket majd kintről, és nem fogja őket érdekelni. De a Brooklynnál szerintem nem Griffin az a név, akire vártunk. Tehát még az érkezik. Akkor az én csapatom pedig a hazabeszélek, a Milwaukee Bucks. Olyan csapatokat próbáltam hozni, ahol nagyon sok kérdésem van, és érdekel a véleményetek. Milwaukee Bucks is ez természetesen, mint csapat szurkolója is, de az elmúlt években sokat kritizáltad a Bucksot, edzőváltást is jósoltál nekik, és egyszerűen mondtad azt, hogy az a taktika nem működhet, hogy Giannis Antetokounmpo betör, és megpróbálja egyedül megnyerni a meccset. Az idei szezonban azért jóval több, 3 pontos láthatunk a Milwaukee-nál, Jrue Holiday is mindenképpen előrelépésnek tűnik a Bledsoe-hoz képest. Szerinted ez a felállás, ez a Bucks le tudja végre mosni azt magukról, hogy ők csak egy alapszakasz csapat? Nekem pont az mondja azt, hogy erre képesek lehetnek, hogy azért vannak botlásaik. Tehát, hogy ez a csapat ebben a szezonban mer kísérletezni, mer hibázni, mer meccseket veszíteni, meri kivenni Giannis kezéből a labdát és beküldeni a palánk alá. Tehát azt gondolom, hogy Budenholzer egy jó két év spéttel elkezdett dolgozni ezeken igen, a dolgokon. Ettől függetlenül szerintem, én tudjátok már úgy vagyunk, hogy a macska ugye nem ül oda a forró kemencére, hogyha megégíti magát, de a hidegre sem. Tehát, hogy nem azt nézi meg, hogy hideg, hanem azt egyszer megégette magát. Én a Milwaukee-ra akkor fogok majd tenni, amikor mondjuk egy főcsoport döntőben
már látom, hogy megtörténtek ezek a változások, mert a tökéletes példa arra, hogy miért nem szabad egyébként meg érdemes leírni az NBA-ben, mostanában már senki nem védekezik, meg nem tudom mi, akkor eljön a playoff, akkor ezek a csapatok azért elkezdenek védekezni, meg felkészülnek a statisztikákból, meg a scouting reportokból, meg a videókból, majd akkor kell a Milwaukee-nak villantani, addig langsam spazieren, ahogy a német mondja. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál a tribünben. Köszönöm, jövök legközelebb is. Köszi. Szuper. Most pedig búcsúzunk. Sziasztok. Hello. Sziasztok.